Jakab Dezső és Komor Marcell 20. századi legjelentősebb szecessziós építészeti stílusban készült palicsi létesítménye, amely alatt elhad a központi sétány, a Vigadó. Errefelé nagy terasznak is mondják. 1912-ben épült, ami a franciáknál a kaszinó, az volt itt a kurszalon, ahol kávézni, szórakozni, csevegni lehetett, bálterme, cukrászdája, boltja és két nagy boltíves fedett terasza volt. Az épület hatalmas boltíve alatt elhúzódó sétány két egész részre osztja a Vigadót. A park felőli részen kaptak helyet a borbély, a játékszerbolt, meg a papírbolt. A 70-es években ledöntötték azokat, és a most zajló restaurációt követően visszakerülnek eredeti helyükre. Az emeletre két oldalról vezetnek fel lépcsők. Az emeleti részt egyetlen óriási tető, kupola fedi, míg a termet bálakra, hangversenyekre, szórakoztató eseményekre, színházi előadásokra használták. Ez a többfunkcionális épület egy évszázad alatt többször változtatta tevékenységi szerepét, működött is sportklub, a nagyobbik teremben teniszeztek, a földszinten művészeti kolóniákon készült alkotásokat mutattak be, volt itt diszkóklub is, de nagyon sokáig üresen pangott a létesítmény, amelynek helyreállítása, restaurálása és revitalizációja 2006-ban kezdődött és manapság is tart. Az az elképzelés, hogy a létesítmény megtartsa multifunkcionalitását, de filmvetítését is tervezik. Manapság a legnagyobb kongresszusi központ található itt a Szabadkához közeli Palicson. Attraktív küllemével most is nemesíti a nagy parkot, s a többi palicsi létesítménnyel megtartotta a Palics felismerhető és különleges bájosságát. Szépségét idomai adják, a konstrukciós elemek ötvözete, a tömeg, az alak, a színek és nyílások játéka. Egyetlen dekorációja a fa elemekbe bevésett és perforált virágelemek, motívumok. A hosszú évtizedeken át tartó enyészet után a jelek szerint újjászületik a Vigadó.